Förk, a minőség. Válasszon bátran! Szerelés és rögzítés technikában, autóiparban, fémiparban, építőiparban, világszínvonalú termékekkel állunk rendelkezésükre. Kézi szerszámok, műhely felszerelések. Ez mind a Förk vállalatcsoport kínálatában. Förk, a minőség. A Dino Sport Híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Kovács László, a magyar ökölvívó válogatott szövetségi kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözlöm a kedves nézőket! Hogy vagy? Jól vagy? Persze, miért lennék rosszul? Egyes címlapokon az szerepelt, hogy most, hogy Törökországból hazajöttetek a utolsó olimpiai kvalifikációs de arról, hogy KO-t kapott a magyar ökölvívás. Igaz ez? Hát én nem hiszem, hogy KO-t kapott volna, és nem hiszem, hogy így kéne, ilyen drámán kéne venni a dolgokat, mert akkor mit szólnának a görögök, vagy azok a tagállamok, európai tagállamok, ahol akik egyáltalán nem tudnak részt venni az olimpián. Én nem így látom a dolgot. Uh-huh. Én azt látom, hogy 3 kvótával jelen pillanatban részt fogunk venni a londoni olimpiai játékokon, remélem eredményesen. Én azt és az, hogy a versenyzők mindent megtettek azért a felkészülés során és a verseny során, hogy eredményesen tudjanak szerepelni. Jól szerepeltek, teljesítményük nem volt rossz, az eredmény ugyan kvalifikáció szempontjából elmaradt, de azért éremben 2 darab bronzérmet hoztunk, erről senki nem beszélt, tehát azért a KO-ból azért valami kis apró lépés azért van. Azért azt is el kell mondanom, hogy 44 ország indult ezen a kvalifikációs tornán, tehát ha azt lehet mondani, hogy Európa teljes tagállama itt volt, aki élt és mozgott, közel 200 versenyzővel, ami egy Európa bajnokságnak felelt meg. Tehát ha azt nézem, hogy a moszkvai Európa bajnokságot, vagy az ankarai Európa bajnokságot, hát nem voltak létszámban, tagállami létszámban, uh-huh. és versenyző létszámban sokkal többen. Tehát én nem hiszem, hogy KO lenne. Én azt mondom, hogy eredményesen szerepeltünk az elmúlt időszakban, tehát ha 4 évet visszamenőleg nézném, akár 2009-től kezdve 2011-ig, 12-ig, mindenhol azért valami apró érmeket, eredményeket hoztunk. Ezt nem sikerült bővíteni a kvótaszámokat, de azért még vannak a lányaink, akik reméljük, hogy a női világbajnokságon még bekotorhatnak egy olimpiai kvótát. Ha jól tudom, a lányok ők májusban? Ugye? Igen, május 8-án Kínában kezdődik a női világbajnokság. Itt is el kell mondani, hogy lehet itt is azt mondani majd, hogy ha netán nincs eredmény, akkor KO van a lányoknál is, de azért azt látni kell, és aki egy kicsi szakember kell hozzá, de még nem is kell szakember, azt látni kell, hogy 3 súlycsoportban lehet olimpiai kvótát szerezni, 51 kg-ban, 60 kg-ban és 75 kg-ban, és aki egy picit megkaparja valaki ezeket a súlycsoportokat, pontosan látja, hogy a mellette lévő súlycsoportokból, tehát alulról és felülről, mind ebbe a súlycsoportban, tehát az olimpiai súlycsoportokban jöttek át a versenyzők, ami azt jelenti, hogy például 64-es táblára fog játszani a Kovács Marcsi, és az első 5-8 versenyző, aki esetleg bekerül éremesélyesként akár az olimpiára, azok valamelyik súlycsoportban mind világbajnokok voltak. Tehát olyan nyanszti dolgok fognak dönteni az olimpiai kvalifikációért és az éremért, ami éppen tényleg a top állapotot, a mentális felkészültség, fizikai egybenlétet fogja tükrözni, ami egy nagyon nehéz feladatot hoz a versenyzők számára. Elolvastam, így utólag is a olimpiai kvalifikáció előtt adott nyilatkozataidat, és abban az volt, hogy úgy vártatok neki, hogy 1, max. 2 kvótában azért még bíztál. Így van. Miért nem jött össze? Mi történt? Hát igazából egy kvótánk az, ami fáj, az a Bacskai Balázsnak a kvóta meg nem szerzése,
hogy nem tudott hozzájutni, tehát őt azért szerettük volna, vártuk is arra, hogy be tud kerülni az olimpiai csapatban, de nem csak azért, mert akár jó teljesített, hanem azért is, mert az elmúlt időszak munkája arra predesztinálta, hogy neki be kellene kerülni. Sajnos egy olyan meccset vívott, ami nálunk ugyan nyert, hogyha nálunk van talán a mérkőzés, akkor ki is hozható, ebben a környezetben nem hozták ki. Én azt látom, hogy a teljesítményével én maximálisan meg voltam elégedve, sajnos a kvótát nem sikerült megszerezni. Ez dráma volt, nekünk is, a versenyzőnek is dráma volt, de most már azért egy kicsit felocsottunk ebből, és azt gondolom, hogy a következő időszak feladataival kell foglalkoznunk. A második kvótát ugye azt mondtuk, hogy az alsó súlycsoportban, vagy a felső súlycsoportokban talán a három súlycsoport közül itt a Szellő, Darmos és a Bernát, az, aki tudja hozni. Nekik éppen, hogy nem sikerül, hiszen azért azt is látni kell, hogy két olyan súlycsoportunk volt, ahol VSB-s versenyzők voltak. Sajnos jól számoltuk azt, hogy a VSB-nek a felkészülése az nem igazán szolgálta, ők igazán közvetlen az olimpiai kvalifikáció felkészülését, hiszen ha jól megnézem, a Szellőimi és a Bernát Pista sorozat mérkőzésekben nem vett részt. Ha lehet azt mondani, hogy 2-3 mérkőzése volt mondjuk egy fél éven, 3/4 év alatt, ami azt el kell mondanom, hogy ez igazából nagyon kevés. Egy amatőr, hogyha rendesen felkészül egy világversenyre, akkor a 15-20 mérkőzésen megy keresztül, és ezek sorozatmérkőzéseken állnak, vagy tevődik össze. Ez látható is volt a versenyzőkön, hiszen az első két mérkőzésüket simán nyerték, és a harmadik mérkőzésükkel, ami már sorozat igénybevételt hozza, azt sajnos nem tudták úgy teljesíteni. Tehát ebben ment el a második kótánk. Az alsó súlycsoportban, meg ha azt nézem, fiatalakat vittünk, ugye Ungvárinál egy jó teljesítmény rögtön az olimpiai bronzérmessel találkozott, tehát ott azért elég nehéz volt, ott voltak még technikai, taktikai fölények, tehát azt nem tudta igazán megoldani. Ha a Kaluca teljesítményét nézem, és a Nagy Krisztián teljesítményét, mind a kettő, én úgy gondolom, hogy maximálisat hozta magából, Kaluca kifejezetten jól boxolt, és nem rajta múlt, hogy nem hozott be kvótát. Mindenki azon remélkedett az utolsó mérkőzésén is, akár a török ellen vívott mérkőzésén, hogy akár meg is nyerhette volna. Az összes mérkőzését a másik menettől borította meg úgy, hogy simán tudta nyerni, tehát állóképességben, mentálisban, fizikailag is teljesen patent állapotban volt. Sajnos nem úgy jött ki, és még az ugye az élet is egy kicsit ellenünk volt, a szerencsétlenség, hiszen kikapott a töröktől, a török bement a döntőben, és ugye az döntött a harmadik helyezettek közül, hogy akik esetleg ki tudnak jutni a olimpiára, hogy ki lesz az első. Ott a francia nyert, érdekes módon, nem mi jutottunk be, hanem a svéd versenyző, és azt is el kell mondani, hogy az alsó három súlycsoportban 12 érmes közül egyedül a Kaluca nem lett olimpiai kvalifikációs, mindenki kvalifikált lett. Tehát egy picikét azért a sors is megfűrészett bennünket. Az elnök úr Csetonyi Sándor mit mondott, úgy négy szem közt neked? Nem volt elkeseredve, reálisan látja a világot. Tehát az elnök úr szakmai igényessége, és az, amit ő lát és tapasztal, hiszen ő azért a kulisszák mögött is látja a folyamatokat, reálisan ítélte meg. Reálisan látta azt, hogy a srácok föl voltak készülve, reálisan látta azt, hogy a szorítóban nyújtott teljesítményük azért az megfelelő volt, és azt is reálisan látta, szomorkodva vette tudomásul velünk együtt, hogy sajnos a kvótát nem sikerült megnyernünk. Ahogy hallottam, Benji marad az ökölülásban, már amennyire fel tudta dolgozni, hogy előre tekint, ez viszont jó hír, nem? Hogy a Bacskai Balázs azért maradt. Természetesen. Ez én úgy gondolom egy versenyzőnek, egy olyan versenyzőnek, akik évek óta készül az olimpián való szereplésre, és ha lehet azt mondani, hogy gyerekkora óta, 7-8 éves kora óta az a cél lebeg előtte, hogy az olimpián részt tudjon venni, és ez most már ugye a második olimpiai esély, ami elcsúszott, ez dráma módján élte meg. Mi is.
tehát nem csak a versenyző, hanem az edzők is dráma módján. De én azt hiszem, és azt tapasztalom, azt látom, hogy a Benji egy karakter, tehát versenyzőként is egy igen elhatározott erős jellem, és nem is akármilyen sportágat végez, az a sportág arra nevel, hogy erősek tudjunk lenni, föl tudott állni, és azt meg tudta fogalmazni, hogy a jövő célja az, hogy igenis a következő olimpiát megcélozza, akár súlycsoportot váltva, egy egészen más felfogásban megpróbálja szintén kvalifikálni magát az olimpiára. Súlycsoportot vált? Akár súlycsoportot váltva, igen. Még egy utolsó kérdés Bacskaival kapcsolatban. Emlékszem rá pár éve, hiszen volt egy időszak, hogy egy éven át nem kapott ki senkitől, volt egy ilyen hosszú ciklusa. Igen. És akkor ugye azt mondtuk, hát itt a jövő embere. Mi történt? Most is a jövő embere. Törvényszerű, igen, csak hogy ez törvényszerű volt, hogy idő után hullámvölgy lesz, és ilyen mély hullámvölgy, vagy mi történt? Ugye hát a világbajnokságon sem sikerült kvótát szerezni, ugye már tavaly sem, tehát mi történt? Tehát volt egy nagyon szép ciklusa, tényleg ugye majd egy éven át ugye veretlen volt, mindenkit megvert, mindegy milyen versenyen lépett kötelek közé, és most mintha mi történt? Hát azért azt látni kell, aki a világ élvonalába bejut, és nem akarom eltúlozni, tehát a világ élvonalában egy picit könnyebb bejutni, mint ott bent is maradni. Nagyon sok minden függ. Tehát az ökölvás az azon sportágak közé tartozik, ami nem az úszás, vagy nem a futás, nem atlétika, ahol főként rajtam a technikámon múlik az egész, a teljesítményem, hanem itt azért más tényezők is vannak. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ellenfél ellen játszunk, azt nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos bírói ítéletek is vannak, ami befolyásolja nem csak az eredményt, hanem akár egy adott mérkőzésen a technikát, taktikát, és befolyásolhatja. Hát ez nem vágott teljesen össze. Tehát a Benji, én úgy gondolom, teljesítményében maximálisan megpróbálta még akkor is kihozni, és hogyha visszanézem akár a 2011-es évet, ugye volt egy Európa-bajnokság és egy kvalifikációs világbajnokság, sajnos mindig pont annál a pontnál sikerült nem úgy teljesíteni, ha lehet így fogalmazni, vagy nem úgy jöttek az eredmények, azt hiszem ez a pontos fogalmazás, nem úgy jöttek az eredmények, amikor a tét mérkőzése volt, és egyébként meg patinás mérkőzése bizonyította, és ezt el kell mondani most is, hiszen az első mérkőzése a Benjinek egy patinás látványos mérkőzés volt, a szakemberek folyamatosan azt mondták, hogy sima első helyig fogja verekedni magát, és a másik mérkőzése ezzel a törökkel mellette egy nagyon nagy környezeti ráhatással, nehézséggel, és nyilván egy olyan mentális súllyal, hogy azért a csapatból neki kéne hozni az olimpiai kvalifikációt, egy saját maga által támasztott követelményrendszernek megfelelni, nagyon nehéz. Nagyon görcsölt? Én nem ezt mondanám, inkább azt mondanám, hogy sokkal több van benne, mint ami ott kijött, de még így is azt merem állítani, hogy azzal a teljesítménnyel is meg lehetett volna nyerni ezt a mérkőzést. Hogy így elmondod, egyértelmű az, hogy nem a képességével van a probléma. Itt pusztán arról van szó, hogy amikor fel kell tenni az íjra a pontot, hogy előbb is mondtad, akkor mindig valami történik. Hát sajnos az élet beleszólt ebben, és ezt nem is szabad tovább ragozni, hiszen a szakmának is, és maga a sportolónak is számot kell venni az elmúlt időszakról, hiszen egy olimpiai ciklus lezáródik. Ilyenkor, ha jó szakemberek, és most nem azt mondom, hogy saját magunk, de nekünk is a tapasztalatból, az eddigi időszak felkészülésből számot kell venni, meg kell nézni, hogy mik voltak azok, amik eredményesek voltak, és meg kell nézni, hogy milyen olyan hátráltató tényezők lehetnek vagy voltak, ami a mostani eredményességet befolyásolta, vagy a későbbit befolyásolhatja. Ezeket pontosan meg kell fogalmazni, és a következő időszakra ezekre rá kell készülni. Tehát pontosan, amit az előbb el is mondtál, hogy igenis meg kell nézni, hogy milyen olyan mentális pluszt tud adni a szakma a Benjinek a felkészüléséhez, de nem csak a Benjihez, a versenyzők felkészüléséhez, ami pluszként jelentkezhet egy adott pillanatban egy igen nehéz mérkőzésnél, akár egy tétmérkőzésnél. Na most ez a beszélgetés, meg ezek a beszélgetések, amelyek ezzel kapcsolatban
történtek vagy történnek, lehet, hogy igazából nem is lesz már érdekes pár hónap múlva, mert ha három ökölvívóból csak egy érmet hoz, azt hiszem akkor mondtuk, ezzel már teljesen felesleges, ugye, azt mondják, hogy nem is fognak törődni azzal, hogy mi történt Törökországban. Így van? Ez nagyon jó, ez a feltevés, örülök is neki, hogy ezt így föltetted. Nem. Tehát ez nem így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ha az a tím, az a szakmai tím, aki ma dolgozik, és úgy gondolja, hogy szakmai igényességgel szeretne dolgozni, akkor teljesen mindegy, hogy milyen eredmény van ma az olimpián. Nekünk akkor is számba kell venni azt az időszakot, ami eltelt. Meg kell nézni, hogy milyen jó dolgok voltak, és meg kell nézni azt is, hogy milyen rossz dolgok voltak. Mi az, amit esetleg elhibáztunk, mi az, ami esetleg a külső környezet hibaként jelentkezik, és ezeket korrigálni kell. Én csak így tudom elképzelni a jövő időszak munkáját, és attól függetlenül is, ha sikerül eredményt elérni az olimpián, sikerül érmet hozni, vagy pontot szerezni, mert ez is ma már egy eredmény. Azért azt kell látni ma az olimpiákon is, az ökölvívásban is, hogy nagyon kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. Tehát addig még mondjuk Pakisztánt nem hallottuk a világ élvonalában, ma már ott kopogtatnak, és a világ első közé akarnak kerülni. Tehát törekszik ma a Ökövilágszövetség arra, hogy minél kiegyenlítettebb erőviszonyok legyenek, támogatják kőkeményen és gőzerővel azokat a feltörekvő országokat, hogy minél jobb szakemberek kerüljenek oda, mint edzők, és minél több versenyző kerüljön. Nem ok nélkül ugye egy világbajnokság indulói létszámra 750, akár 800 fő nevezés is elérkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre nehezebb lesz ez a feladat, és ugye a nehézségben mi azért nem azt mondom, hogy nem vagyunk nagyon komoly boxmúlttal, nem rendelkezünk tapasztalata, de kicsi ország vagyunk ahhoz, hogy föl tudjuk venni olyan országokkal a versenyt, ahol olyan erős diplomáciai háttér van, akik simán tudják azt mondani, hogy megszponzoráljuk a világszövetséget akár több százezer dollárral, megvásálunk egy versenyt, ezzel ugye finanszírozza a világszövetség működését, és egyébként megcsináljuk a kvalifikációt. Eddig nem volt eredményünk, mondjuk 2008 óta, ha megnézem az összes világversenyt, és Törökországon kívüli eredményeket nézem, egy darab eredmény nem volt. Ankarában volt mondjuk a törököknek egy arany, egy ezüst, egy bronz, és 5 darab 5. Egyébként sem Pekingben, sem Moszkvában, sem Bakuban, még akár a 16 közé se jutottak, és hirtelen, ugye megtátosodva egy trabzori kvalifikáción, igen, rögtön 6 olyan kvótát szereznek, ahol lehet azt mondani, hogy 4 hónappal ezelőtt közelébe se jutottak, vagy 5 hónappal ezelőtt közelébe se jutottak a kvóta szerzési lehetőségnek. Igen. Jó, de azért ez a három bunyós, Varga Miklós, Kátét Gyula és Harcsa Zoltán, ha az olimpián úgy szerepel, és hogy mondtam, legalább egy érmet hoznak, azért a sportág megítéltetésében azért sokat tudnak változtatni. Tehát mindenképpen, de mi a célunk? Az olimpián való eredményes szereplés. Tehát én úgy gondolom, hogy hiába teszünk munkát bele, illetve munkát teszünk bele, annak mindenképpen valamilyen eredményének kéne lenni. Ha nincs eredmény, akkor mondhatjuk mi azt, hogy bármilyen jó dolgoztuk, nem tudjuk visszaigazolni a nagy közönség számára, hogy az elég munka volt, speciális munka volt, szakmunka volt. Így tehát nekünk mindenképpen valamilyen szinten az eredmény kell. A kérdés adott, ez a három fiú hogy készül az olimpiára? Külön tímbe, vagy együtt a többiekkel, illetve mi van ebben a három fős csapatban? Mit lehet tőlük várni, remélni? Én azt látom és azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb igény van szakmai oldalon az egyéni speciális képzésekre. Ma már egyre jobban azon dől el az eredmény, hogy mennyi az a plusz, amit a személyiségéből egy ökövő be tud tenni a küzdelemben. Tehát nekünk az olimpiai felkészülés akkor lesz jó, én akkor tudom eredményesnek elfogadni, hogyha nagyon sok személyre szabott egyéni képzést, egyénnek megfelelő speciális dolgokat tudunk betenni a felkészülésében. Ezzel egy szakmai tímmel már erről beszélünk, beszéltünk,
és próbálunk egy pár olyan versenyt összeállítani, hiszen egy pár verseny azért részt kell venni az olimpiáig, akár szlovákoknál, akár Magyarországon a Papp László emlékversenyen, ahol egy kicsit megméretjük magunkat, egy kicsikét még tudunk finom hangolást csinálni a versenyzőkkel, és célirányosan egyéni képzésen részt venni. Ha egyéneket nézek, akkor én azt látom például a Varga Mikinél, nála mindenképpen pozitív értékekkel rendelkezik szerintem, megítélésem szerint a VSB-n való részvétel. A környezetváltás, a más impulzus egy picit fel tudja gyorsítani talán nem csak a gondolkodását, hanem a bunyóritmusát. Neki egy fontos feladatunk van, az, hogy ha személyre szabottságot nézem, hogy megfelelő gyorsaságot tudjunk adni neki, tehát gyorsritmusváltásokkal, gondolkodásban egy gyors ötletekkel, ötletgazdagon tudjon bunyózni. Káti Gyuszi az már egy érdekesebb eset, hiszen ha őt nézem, akkor ő egy tapasztalt, rutinos róka, nagyon sok sérüléssel, tehát ő neki a munkáját nagyon egyedi módon kell összeállítani, egy évben egyszer lehet igazán formába hozni, remélem, hogy ez az olimpia lesz, ahol megpróbáljuk úgy kihegyezni, hogy akkor harapjon, döfjön, szúrjon, és megfelelően tudja hozni magát. Ő nagy gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, több olimpián, világversenyen részt vett, remélem, hogy ezeket az inspirációkat már nem kell megadnunk, hanem kifejezetten ezeket a szakmai féltéssel és azokat a szakmai rutin gyakorlatokat erősítjük nála, amit egyébként Öcsi bácsival, Szántó Imrével egyébként is tanul. Halcson Zoli egy fiatal versenyző, tehát nála elég nagy nyomás lesz, hiszen olimpiára kikerülni, részt venni, az nem egy egyszerű, ez nem egy világbajnokság. Hány 10? Hát nem, 20. 20 már? Így van. Illetve 20 éves, 20 tehát éves. Ez azt jelenti, hogy benne van már abban a forgalomban, ahol teljesítményképes tud lenni. Ez az elmúlt időszak is igazolta, hogy ő a világ élvonalába tud kerülni, de még fiatal versenyző. Azt nem mondom, hogy pelyes arcú, de bár mutatta, hogy azért vannak oroszlán körmei, megkarmolt egy-két versenyzőt már, de azt is látni kell, hogy ez az olimpia egy nagyon nehéz feladat. A más millió, más formáció, a világ teljes élvonala, csak a jók vannak ott, azzal kell megmérkőzni, tehát őt nem csak fizikailag, szakmailag, taktikailag, technikailag kell készíteni, egy nagyon erős, speciális, mentális oldalt is kell erősíteni nála. Röviden, mi lesz a többiek, hogy egyébként ugye válogatotta, lesz-e összetartás, vagy nem lesz most az olimpiáig? Természetesen lesz összetartás, sőt részt vesznek a felkészülésben, és el kell mondanom, hogy nekem feladatom, mint szövetségi kapitány, hogy a következő időszak csapatát is már kezdjem összeállítani, ami azt jelenti, hogy az ifi válogatottból azokat a fiatal versenyzőket, akiket úgy ítélünk meg, hogy már az ifi felnőtt átmenetet elő kell segítenünk, azokkal közösen, együttesen, illetve párhuzamosan készülünk az olimpiára, érezzék, lássák azt, hogy milyen feladatok előtt állnak a felnőttek, akár a versenytársaik, és megpróbálni egy olyan inspirációt adni, hogy a következő időszak, és itt ugye 2013, viszonylag egyszerű legyen a beilleszkedésük a felnőtt válogatottba és az ottani világverseny, hiszen új csapattal kell mennünk, és rögtön ugye 2013-ban, Asztanában már egy világbajnoksággal kezdünk, ami megint nem egyszerű feladat. Mi a következő feladat most a válogatott számára? Összetartás, vagy mikor lesz az első mérkőzés, ahol KT-k ringbe lépnek? Már ringbe lépnek, hiszen lehet azt mondani, hogy pénteken ugye a válogatottból azok a versenyzők, akik a boxingban részt vesznek, azok már boxolnak épp Szlovákiában. Tehát ilyen apró jelenlétek, szösszenetek már vannak. Tehát a ráhangolódás, a versenyre való készülés, ez folyamatos. Tehát itt nem lehet abba hagyni, hiszen azért, mert mondjuk megszereztem a kvalifikációt, ez persze nem azt jelenti, hogy hátra kell dőlni, sőt, ez azt jelenti, hogy még jobban oda kell figyelni. Kőkeményen az egyéni képzéseket végrehajtják, és ahogy én látom, ez a május végi időszakban kezdődik az összetartás, és körülbelül egy olyan jó erős 4-5 hét, amiben együtt fogunk dolgozni, szintén együtt a keret. Itthon vagy külföldön? Itthon.
itthon, Tatán, a tatai központi edzőtáborban, hát megpróbáljuk ott végrehajtani a végrehajtandót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.